az örök kannás, kahonos, szájbőgős professzorunkat, és itt van velünk kedves Balogh Gusztáv barátom, Csompi barátom, aki mind a hastáncban, mind a gitárban, mind a mandolinban, és egyéb kézműves dolgokban fantasztikusan tehetséges. És még egy gyönyörű kisasszonyt engedjétek meg, hogy bemutassam. Itt van velünk Szilvási Jázvinka, ő az én kis gyönyörű kislányom, elkísért engem a stúdióba, és képzeljétek el, a kis Jázvinka a családban nálunk, ő örökli majd valószínűleg azt a művészvonalat, amelyet én is képviselek, vagy én képviselek, úgyhogy ő ma kannázni fog, ő lesz a ritmusokért felelős segédkannás kispaci mellett. Kedves Hajni, mondj néhány szót magadról, hogy vagy, hány éves vagy, ki vagy, mi vagy, mit csinálsz? Hajni vagyok, Horváth Hajni, egyenesen a Pokolhegyről érkeztem, Ráckevéről, egy igazi vérbezi drizárica vagyok. Te vesz a szitajvaktál, Jádil, tutaszuntod el, szuntod, drága Mária. Nem mondod, egy drizárica van velünk. Igen, egy hölgyen, igazi drizárica vagyok, egy telivér drizárica. Egy telivér, atya világ, hogy mi lesz ma itt. Hölgyeim és uraim, a cigányság is egy lovas nemzet, tehát kancák, telivérek, csődörök, és minden lesz ma itt a Dick TV műsorán, mégpedig Valentina alkalmával. Úgyhogy, kedves Hajni, mit szólnál hozzá, hogyha el is kezdenénk a műsort, és te, mint egy igazi drizárica, bemondanád, hogy mi az első kívánság. Mit szólsz hozzá? Benne vagyok, és először is szeretném üdvözölni a Pokolhegyi nézőinket, a kedves rokonokat, a kedves drizáró rokonokat, mert rájuk sosem tértek ki. Most kihasználom, oda a kamerába. Most kihasználom azt, hogy van nálam egy mikrofon, mert mindig elzárják előlem a mikrofont, mindig eldugják előlem. Nem mondod. Sok puszit küldök a Pokolhegyre a drizároknak, és akkor már is bekonferálnám az első kívánságot. Az első dalt Iváncsik Fanninak küldik innen a stúdióból. Nővére Fruzsi, sógora Kispaci, illetve szülei kívánnak neki nagyon boldog szülinapot. Isten éltesse sokáig, és kívánnak neki minden jót. Keresztanyád Csilla, keresztapád Elek, és unokatestvéred Vani. Húristen, akkor Iváncsik Fanninak küldjük az első sok dalt. Sok szeretettel. Sok szeretettel. És mi is. Tehát, kedves Fannika, csókoltatunk téged innen, mi is, a Dick TV-s stábja, csókol, puszil, ölel téged. Boldog születésnapot, és szóljon az első dal neked, nagyon sok szeretettel. Fannina? Fannina. Specbe. Specbe? Figyelj, boldog születésnapot. Hopp, 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 Fanni, de zsézsebb. Sok ilyen szép napot. Hopp, 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 boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még. Hopp, hopp, Fanni, hopp, hopp, hopp. Elek, szó kereszt, szava kereszt. Elek, a legkirálya vagy az országban. Köszönjük szépen, még lejjebb Elek. Nagyon nem vagyunk. Úristen, Elek. Jó, köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, semmi baj. Némi technikai történés itt van velünk, de most már újra egyenes adásban itt vagyunk veletek. Jó, egyértelmű. Iváncsik, Fannika, miattad az egész stúdióban elforgattuk a világot, láttad, és mégis mozog a föld. Hajni! Hogy vagy? Köszönöm, jól. Most látom a következő kérésben, hogy a Csigabiga dalt azt te szerezted. Szeretnélek akkor ezúton megkérni, hogy akkor nekem is szerezz egy dalt. Én nagyon szeretem a Hullapelyhes Fehér Hót, ilyen cigány stílbe. Ezt nagyon szeretném hallani, és én ezt szeretném elküldeni a férjemnek. Meg tudlak érteni. És akkor, tehát a Horváth Katalin küldi ugye Gyarmati Sándornak, Tésztának, Valentina alkalmából sok szeretettel a Csigabiga című számot. Ezt én szereztem tényleg. Én ilyen régi csigás cigány vagyok, tudod? Nagyon jártam, profi vagy. Köszönöm szépen. Én jártam még az erdőbe csigáért. Akkor kedves Horváth Katalin és kedves Tészta, csókoltatunk innen benneteket is, úgyhogy nektek nagyon sok szeretettel a Csigabiga című számot és a Hullapelyhes Fehér Hót összevegyítve kaptuk egy egyveleget. Csigabiga gyereki,
pont. Ég a háza titek, csiga, csiga, csiga mond. Kapsz tejet, vajat, holnapra is marad. Csiga, még a gyerek, csamo, 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 csá. Kapsz tejet, vajat, holnapra is marad. Csiga, még a gyerek. Egy csiga, még a háza ég. Csiga, még a benne ég. Suma! Hívjuk ott ott a tűzoltót. Hozzon vizet és port. Jajjuk ott ott a tűzoltót. Hozzon vizet és port. Csiga, míg a jel veszem. Mert csiga legyen aludt. Ezt ne lenni. Ja, suma! Jaj! Mert csiga, biga elcsigázva jött haza. Hopp, hopp! Mert hosszú volt az éjszaka. Jajjajjaj, csiga, biga, elcsigázva jött haza. Hey, hosszú volt az éjszaka. Eljön rendben, ne, 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 drága kenyér. Hölgyeim és Uram, kedves barátom, na most Hajni, mi jön? Mondd el be nekünk, légy szíves. Köszönöm szépen, hogy elénekelted a férjemnek ezt a dalt. Nagyon jó volt, nagyon élveztem a műsort. És a következő dalt Suha Jenő küldi Bükszent Erzsébeti cigányoknak. Légy szíves, ami nagyon szép hallgatott. Köszönjük szépen. Tehát a Bükszent Erzsébeti cigányokat. Júj, de jó, Bükszent Erzsébeti cigányok. Már nagyon rég szerettünk volna nektek küldeni egy hallgatót, úgyhogy csak nektek, csak most, itt, csak itt. És köszönjük szépen, hogy néztek minket. Tehát Bükszent Erzsébeti cigányok, egy hallgatót kaptok tőlünk. Guszti a legkirályabb hallgató éneklő, úgyhogy ha nem haragusztok, akkor most ismét ő veszi át a stafétabotot. Úgyhogy fogadjátok nagyon sok szeretettel. Bükszent Erzsébetre küldjük akkor a következő dalt. Akinek van gyereke, azaz fogadja sok szeretettel ezt, akinek meg nincs, az is. Éppen el mange morosabó, tata nem átjuk a desigo demo yo iketa to yo patema chuei que no la cute querer me chuca ai que no la cute querer me chuca. Cerhaya etena quiero chocar evo voya demo yo y que shuna bate mororaco e moro chocar sonna. A feleségem,
kodomo vagyok. Egészségetekre. Köszönjük szépen, fantasztikus volt. Hajni, hogy tetszett neked? Nagyon szívhez szóló szép dal volt, köszönjük szépen, és nem sokára megkapjuk a következő üzenetet. Miskolcról Szandi szeretné küldeni kedves férjének és családjának a Csibe dalt. Azt lehet tudni erről a Csibe dalról, hogy ki szerezte, mert ez egy fantasztikusan jó dal. Én elmondom neked, honnan van ez a dal. Ez a dal kérlek szépen egy gerdényi cigányembertől van. Én Fehér Zoltántól hallottam. Ő egy beász cigányember, hát most már elég idős, egy 50-55 év körüli úriemberről van szó. És ő gyűjtötte, illetve nem tudom, hogy gyűjtötték ezt a dalt, de ez egy régi gyűjtés gyakorlatilag, de nem is gyűjtés, nem tudom pontosan, mert a gyűjtések között, a hivatalos gyűjtések között nincs, viszont a beász cigányok ismerik, de nem olyan sokan. És valószínűleg, hogy ez egy ilyen, még egy-egy ilyen gyöngy, egy kincs ebben a témakörben, meg ebben a világban, úgyhogy én tőle hallottam ezt a dalt, és ő diktálta le nekem, ő énekelte le nekem először, és ő adott rá engedélyt egyébként, hogy énekelhessem ezt a dalt, úgyhogy köszönöm szépen ezúton is neki. Egyébként majd fognak ők is zenélni a Dick TV-ben, úgyhogy ezt a dalt tőle van, úgyhogy most fogadjátok nagyon sok szeretettel akkor a Csibe dalt. Kannázol, kislányom? Kannázol, apa? Jó, akkor neked kell kannázni, mert én fogom a mikrofont, tessék. Na gyere! Jó! Egy baromfi udvar közepébe betévedt egy peljes hátú Csibe. Alig bújt ki a tojásból, már is érzi, hogy nincs fából, mint a gőzgép zakatol a szíve. A fébe van! Eltek múltak a hónapok tova. A Csibének tetszett új otthona. Egész nap csak szemezgetett az udvarban, magot szedett. A tyúkoknak nem volt nyugtuk soha. De a tyúkok megunták egy napon, hogy a Csibe nem osztozik a magom. Hát neki estek, megdubolták az udvarból, kizavarták. Kakasok meg kinevették nagyon. Hát így jár minden peljes hátú Csibe. Aki nem fél a saját bőrébe, hát fölvág a más tarajával, s kikezd a más kakasával. Stronak nézi, ami még csak Csibe. Jaj! Köszönjük szépen! Hú, ezt gyorsan ledaráltuk, de azért elég jó volt, köszönöm szépen. Kedves kolléganőm, Hajni már is olvas nektek egy fontos mondatot, mi szerint? Sajnos nem tudunk több kérést fogadni, de viszont jövő héten is sok szeretettel várjuk a kívánságaitokat, amit nagy örömmel fogunk teljesíteni. És a következő dalt Jolikő Liszerelmének, Lakatos Ferinek, a Meg nem fogom az ördög című dalt, és üzeni, hogy örökké mindig szeretni fogja. Húha! Köszönjük szépen! Volt, nagyon ez egy igazi Valentin napi üzenet. Ördögi. Ez ördögi dal volt, igen. Ha megfogom az ördögöt. Köszönöm szépen. Jó, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, hát akkor ha megfogom az ördögöt. Fogjuk meg az ördög. Meg hát. Mert ha megfogom az ördögöt, a ládába zárom, mennél jobban fickándozik, annál jobban rázom.
Alo malo 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 matino malo de de de. Tino malo malo ne 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 ne. Ha megfogom az ördögöt, a ledelbe zárom. Ennél jobban fickándozik, annál jobban rázom. Alo malo 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 ne 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 ne. Alo malo 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 da 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 da. Ha megfogom az ördögöt, a ledelbe zárom. Micsoda szerelmes dal volt. Muszáj ördög volt szerelem, baj, megfogom lábaszára, ráz, láda, minden volt benne. Hajni, mi a következő kérdés? Még mielőtt elmondanám a következő kérdés, lenne egy kérdésem hozzád. Tudod-e, hogy mit csinál a cigány, amikor szomorú? Iszik. Nem, énekel. És mit csinál akkor, amikor jó kedve van? Iszik. Nem, énekel. Jól van. Hajni, figyelj! Légy szíves, tegyél még fel nekem találós kérdéseket. Köszönöm. Nem, gyorsan elmondom, hogy Ricardo küldi kedves szép feleségének, Enikőnek a következő számot. Légy szíves, hogy találjatok ki valami nagyon szívhez szóló romantikus Valentin napi dalt Enikőnek. Úristen! Jó. Ez egy faramuci dal lesz, ebben benne van az a fajta hátsó szándék, amelyet egykoron elkezdett, aztán befejeződött és újra fölvette a fonalat. Majd megfejtitek! Az Rényi 24-be, ugye? Jól sejtettem. Igen, tényleg, is tényleg. Hát ott nagy élet van, te tudod. Igen, de most láttuk a Rényi 24-et élőben mi amúgy, úgyhogy inkább dekesetek. Igen. Hogy is kezdődik ez a drága szerelmes dal? Vágjuk a közepébe? Vágjuk a közepében, igen. Elmúltok a nézeshetek. Mi az, hogy mit csináljak el? Csuna néd, pipom! Hiszed összei a sátorfákat, hogy látogass meg az anyákat. Hiszed összei a sátorfákat, hogy látogass meg az anyákat. Magyar egy csinta, egy csinta, csinta, polo, csinta. Fantasztikus, köszönjük szépen! Egy újabb kívánság, Hajni! Budai Zora küldi két gyönyörű szép lányának a következő számot. Ezt szerintem rátok fogják bízni, hogy milyen dalt küldöttök. Nekem van egy ötletem. Guns N' Roses tudtok? Kélek szépen úgy, hogy van egy kis Iron Maiden-es beütés, és az egész meg van fűszerezve AC/DC-vel. Mert fantasztikus, úgy? Csodálatos, akkor hadd szóljon Guns N' Roses. Az a jó, hogy a rockereknél is szerelmesebbek vagyunk mi.
de a rockerek is elég szerelmesek voltak, úgyhogy most Guns N' Roses-tól... Ki kéri, kinek még egyszer? Budai Zola kéri a következő dalt, úgyhogy két lányának, úgyhogy kedves lányok, nektek küldünk egy szerelmes dalt. Pemangeshe que tu cames mal, é tu que amam, tu manca meste niche. Pemangeshe que tu cames mal, é tu que amam, tu manca meste niche. Já se mengue do genes, ando paro paro vez, é mal que ter niche. Que tu cames, já se amanhã que tu genes, ando paro paro vez, é manga de lixê, que tu cames. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, még küldeni fogunk nektek egy másik dalt, időközben elhangolódott a melegben a gitárunk, úgyhogy most így nem játszunk vele, picit hangoljunk be. Nem haragszol, ugye? Persze, de az ujjamon kell hangoljak. Jó, oké. Okay. Gitáron, úgyhogy nincs itt semmi baj. Rendben van, köszönöm szépen. Úristen, milyen hosszú üzenet érkezett, Hajni? Ezt hirtelen így el sem tudom olvasni, pedig már a van pár osztályom. ZG Studio néven lévő csetes barátunk, Gusztitól szeretnénk kérni egy pergetőt Kovács Péternek, Mező Józsefnek, Rebekának és férjének Zorrónak. Hajrá, akkor fiúk, hadd szóljon. A ZG Studio néven lévő csetes barátunk. Jó, ez egy mágis, másik ZG Studio. Igen, egy hamis ZG Studio. Jó, oké, köszönjük szépen. Jól van, akkor most küldünk, akkor Guszti. Pergető. Egy pergetőt kérnek tőled. Pergető volt. Hölgyem és Uram, kedves barátaim, ez a fantasztikus volt. Hajni, next, who is the next? Gratulálok a dalhoz, nagyon jó hangulatot varázsoltatok a stúdióban, remélem, hogy otthon a nézők is táncra perdültek. Már én is táncra perdültem ebben a jó hangulatban, és a következő dal Balogh Kéjara Chanel Demeterből küldi Amandának, kislányának és kedves családjának. Hajrá, fiúk, hadd szóljon! Egy hallgatót kér ráadásul. Hát ebben ismételten Guszti a király, úgyhogy Balogh Kéjara Chanel, veled nagyon sokat írtam itt az interneten, és elnézést, hogy a múlt héten nem bírtuk neked leadni a számot, de most küldjük neked Balogh Kéjara Chanel, és kedves Amanda, Isten áldjon benneteket, puszilunk benneteket innen a Dik TV-ből, és éljenek a demecseri romák. Na de miből? Hölgyeim, igen, köszönjük szépen! És küldjük a dalt? Demecserbe küldjük a dalt. Ha jól tudom, Amandának küldjük. Balogh
kijárás a rendben. Nagyon szuper. Ilyen a mala 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 ne 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 ne. Oké, dilo mala 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 ma ke na 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 na. Lom-a-lom-a-lom-a-lom, kedik nekem be kell adnom. Oké, szeretek bemulatni, én ma maja gondokat éjjel fele. Ej, azt hiszitek, jó kedvem van, én pedig a szívem gyászból van. Jaj, két gyászból is lesz, amíg élek, mert a szívem ki nagyon. Mama, mert a szívem nagyon. Köszönjük szépen. Hú, egy régi tartozást bonyolítottunk most le. Köszönjük szépen ezt a gyönyörű dalt. Be kell vallanom, hogy ezt a dalt én nagyon szeretem. És nagyon örülök neki, hogy ezt énekeltétek. És akkor szeretném bekonferálni a következő kívánságot, ami Bangó Reninek és férjének, Németh Zsoltnak küldjük. Következő számot esküvőjük alkalmából. Gratulálunk és sok boldogságot, Isten gazdag áldását kívánjuk az életetekre. Köszönjük szépen, úgyhogy Bangó Renike most már nem Bangó Renike, hanem Németné Bangó Renike. Úgyhogy kedves Renike és kedves Bangó család, most ünneplétek, tudom, a lakodalmatokat, most éppen jelen pillanatban is zajlik, és nézik a DigTV-t, én meg tudom. Úgyhogy kedves Bangó család, csókoltatunk benneteket, Isten áldása legyen rajtatok. A következő számot nektek. Egy lakodalom van a mi utcánkban, férhez ment a falu legszebb lánya. Hivatalos vagyok oda én is, elmennék, ha de százszor fizetnék is. Álom, 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 ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne, álom, álom, ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne, ta-ra-n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 a. Alom alom na 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 karika gyűrűjét, sajnálja a te régi szeretőjét. Én jeteretem, ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Álom, 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 ne-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 ne. Álom, 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 ne-ne-ne-ne-ne-ne. Adi-di-di-di-di-di-di-di-di. Áj, ne-ne-ne. Ne-n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 e. Áj, ne-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 ne. Idom, álom, ne-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 
Köszönjük szépen! Bravo, bravo, nagyon ügyesek voltatok, fiúk! És a következő dalt Logó Ongáról küldi 2 éves kisfiának, Benjinek a következő dalt. Mit fogunk hallani tőletek, fiúk?
Hú, Benjinek küldjük akkor ezt? Igen, a Benjinek. Jó, hát a Benjinek, hát a Benjiről egyébként egy másik dolog jut eszembe, ami nagyon kedves és fajn kedves dolog. Nekem is van egy unokatestvérem, egy másik kisfiúról van szó, de most Benjinek küldjük akkor a következő számot Ongáról. Úgyhogy kedves Benji, fogadtunk nagyon sok szeretettel. Guszti, melyik legyen az? Az én fiam is Beni, úgyhogy 2 éves a Beni most, akinek küldjük. Jó, nem tudni hány éves. Nem volt kiírva. Jó, de hát akkor... 2 éves. 2 éves. Akkor oké, akkor megvan a dal. Ez biztos ismerni fogja ő is. Mehet? Mehet. Köszönjük szépen! Szia, Benjike! Hajni, csak sorra jönnek a kérések. Mi a következő, drága Hajnikám? Következő kérést Horváth Gábornak teljesítjük, ő küldi, Gabika fiának, Lakatos Józsefnek, és Boci fiának, Forróról a következő dalt, ami a Kerénysavorralé Drom lesz. Ez nagyon-nagyon régi. Ez egy nagyon jó zene, ez egy nagyon régi, ez a gyerekkoromat idézi nekem, amikor még régen jártunk a cigányklubokba, akkor nagyon sokat táncoltunk ezekre. Melyik zenekartól hallottad először ezt őszintén? Nem tudom, mert nagyon kicsi voltam, de táncoltam rá nagyon sokat. Jó. Mi ezt tudjuk, annak idején a KIEK dolgozta föl ezt először, meg az Andorom együttes játszotta még nagyon sokat, úgyhogy most tőlük küldjük ezt a számot. Tehát fogadjátok tőlünk nagyon sok szeretettel. Hey, kérdés a varral, egy drom, te kenél a púra. Adtál egy nagy kereszten sírig tartó szerelmet. Americi, Ameri, Americi Nibori. Aj, duj, duj, de su duj, csomi nám el a kóboj. Fantasztikus egybejátékok, meg különjátékok is vannak itt a zenénkben. Ha hallanátok, vagy ha hallgassátok, hát ez valami fantasztikus. Hajni, képzeld el, amit én látok, azt te is látod? Igen, én is látom, és nagyon örülök neki, hogy ilyen messzi földről is figyelnek minket, néznek minket, méghozzá a Szentföldről, ami Izrael. Izraelből küldik Kovács Antal,
Kovács Noéminek Kispestre. Tudtok, fiúk, valami nagyon jó egyveleget? Természetesen. Én történetesen ismerem azt a kedves családot, aki elhagyta kedves kis hazánkat, és lehet, hogy kicsi hazánk, de nem minden esetben olyan kedves. Úgyhogy Izraelbe költöztek, úgyhogy Izraelből küldték ezt a dalt. Tudunk egy izraeli egyveleget, képzeld el. Akkor hajrá, izraeli hadd szóljon. Cigány kispesti egyveleget. Fantasztikus, akkor hadd szóljon, hagyj halljuk, mert nagyon köszönjük, kíváncsi szépen. Vagyok rá. Na valódja mama tranda, e du 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 du, ana tranda me valódja, sugara chame na shadjo, te ya kilo de mora sotra, kai sugara chabara ja, sino chavo na pujare tu, kai putila ro mudare tu, na 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 na. Vágtuk. Ez egy nagyszerű. Ez nagyon ott volt. Köszönjük szépen. Hú, hajni. Hát most ez egy padhelyzet állt elő. Az a helyzet, hogy most akasztják a hóhért. Értem. Jújj, akkor viszont ennek én kell, hogy ezt a mondatot most elmondjam a kedves nézőknek. Párno Pista küldi kedves feleségének, Horvát Hajnalkának a következő dalt. Hát, hölgyeim és uraim, kedves diktévés nézők, természetesen a mai műsorvezető társunk, illetve a kedves segítőnk ma, Horváth Hajnalka, pont aki olvassa be a kéréseket, igen, ő az a gyönyörű hölgy, akit most láttok természetesen, és a kedves Hajnalkának a férje, a Párno Pista küldi egy szerelmes dalt. Úgyhogy igen,
Hajni, neked szól a következő dal, nincs más hátra, mint előre. Köszönöm szépen, egy rövid sztorit elmondhatok a megismerkedés. Igen, nagyon kíváncsian várjuk, mert alig ismerünk benneteket, illetve téged is, és mivel új munkatárs vagy... Már a Pista hátul fél. Ez a helyzet, hogy nemrég megkérdezték a férjemet a barátai, hogy hogyan ismert meg engem. És erre az volt a válasza, hogy amikor megismert engem, olyan voltam, mint egy gyázott, kivert kis cica, megsajnált és feleségül vett engem. Képzeld el. Nem mondod. Ezúton is szeretném megköszönni. Köszönöm szépen, drágám. Figyelj, esőben találkoztatok? Igen, esőben is nagyon megáztam, és megsajnál. És hol voltál, egy buszmegállóba? Vártad a buszt? Igen. Arra ment, lecsapott téged, igen, autóval. Igen, tudom, mint a Bridget vizes... Jonesban, amikor, igen, jön a busz, és akkor tök vizes lesz a csaj, sáros, minden, és megsajnált engem. Oké, de te egyből igent mondtál, vagy pedig azt mondtad, hogy van egy törölközött például? Nem mondta, nem kértem törölközött, mert megláttam, és rögtön szerelmes lettem első látásra. Nem, még akkor nem volt ősz, ez a házasságunknak az eredménye lett, megőszült. Ja, értem. Tehát gyakorlatilag ő szárazan, vizesen belőtt hajjal, te egyből szerelmes lett beléd, ő meg azért lett beléd szerelmes, te meg ilyen vizes, ilyen, hogy is mondjuk, ázott veréb voltál. Igen, kis cica, bocsánat. Nem mindegy. Azt hiszem, beégtem, köszönöm, bocsánat. Pista, bocsáss meg. Tehát, hölgyem és uram, kedves barátaim, egy ázott kis cicának énekelünk most a Párnó Pistától. Nagyon sok szeretettel. Egy szerelmes dalt. Csajória. Tüzes, szerelmes. Ázott is. Tüzes legyen. Tüzes legyen. A szerelmetek tüzes, Pista? Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves Hajnika és kedves Pista, egy tüzes szerelmes szám következik. Mivel vizes volt, akkor meg kell szárítani, tüzesért legyen. Tényleg, és ugye igazad van. A dal címe Hajszárító. Ei chayori esu kerile, na pirule palamande, na pirule palamande chaye. Palamande, e piresa, romi shohachi yabesa, romi shohachi yabesa chaye. Oh, 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 köszönjük szépen! Köszönöm, fiúk, ez egy nagyon jó dal volt, nagyon szép volt. És tüzes is volt. Tüzes is volt. Illet igen, hozzátok. Ez a spanyol csavar, ez nagyon jót tett a dalnak. Köszönöm szépen. Nagyon forró lett a hangulat. Hú. De a forró lett a hangulat, a férjemmel is szaladt. Meg tudom érteni egyébként teljes mértékben. Most hozzá egy vizes palackot, hogy újra, igen, vizes legyél. Igen, igen, a régi szép idők emlékére. Igen. A következő dalt Szöges küldi Diós Jenőről családjának a Murosávot. Már névfog, fiúk. Persze, ismeritek, természetesen. Hallottuk már elégszer, énekeltük már elégszer, és egyébként meg külön Szögesnek szerettük volna egyébként is küldeni Diós Jenőre. Nem csak, hogy kértem, mi megelőztük a gondolatát. A Diós Jenőjeket meg puszíltatom. Van ott egy nagyon jó
strand egyébként, van ott egy ilyen medence. Én voltam ott nyári táborban, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy 25, így vagy 30. Így körül, ugye? Ott emlékszem, meg ott szaladgált. Mindig megvan az a medence. Meg mindig megvan. Elénekeljük a Murosába? Elén, nem tudom, hogy melyik az, de elénekeljük. Jó, oké. Okay. Hey, Murai Lolo, Sherele, Kanadema, Dumaden. Ez. Prostenca, Székave. Ez Kis Pityúnak a dala, Terlépéből, igaz? Igen. Kárszak, Tumorosa volt, a Szamoró, Pucsani, Pocsú, Minden, Csonyi. Ez az. Pichu mo, köszönjük szépen! Köszönjük szépen újra ezt a jó dalt, és Tóth Mercedes küldi Robinak, Robikának, Hajninak, Kamillának, Matának és Rajának az Aldil Tumén Odél. Odél Oro. Aldil Tumén Odél Oro, Kajmáskár Tumén, de jó, jó. Hú, de te tudod is, hogy melyik notáról van persze, szó? Persze, hogyne, figyelj. Nagyon profi vagy. Figyelj, megkaptam, felhoztam magamat vidékről, még 47-be, és itt kikupálódtam, és most már mindegyik dal tudom, képzeld el, ez történt velem. Tehát ne számol ki, hány éves vagyok. Azon gondolkodtam egyébként. 47-es, mi félszavakból is megértjük egymást. Hú, ez egy nagyon-nagyon régi dal, úgyhogy kedves Tóth Mercedes, akinek te szeretnéd küldeni, azoknak mi is küldjük a következő dalt. Tehát az Aldil Tumén Odél Oro című dal. Ez is egy Kályiek zene. Jó, és egy Józsi, igen, és azt hiszem, hogy a második lemezen van rajta, vagy a harmadikon. És még klip is van hozzá. És még klip is van hozzá, igen. Oké, okay. Köszönjük szépen. Aldil Tumén Odél Oro, Kaimasgár Tumén Bye-bye.
Hú, de nagyon-nagyon régi dal. És megmondom nektek a frankót, azért izgalmas ez a fajta kívánságmisor, mert képzeld el, Hajni, hogyha kérnek tőlünk egy ilyen számot, ezt gyakorlatilag néhány éven keresztül nem énekeljük, aztán majd valaki kér egy ilyen dalt, és aztán ezt így kvázi csuklóból tudjuk. Az a jó, hogy ilyen nagyon profik vagytok. Köszönöm szépen. És ez nagyon gyorsan megy nektek. Igen. Ő a következő dalt Balogh István küldi Biancának, Rubinának és feleségének, Katinak, Kevinnek és a Kótai Bulis csajoknak. Akkor ezek szerint már ismered ezt a dalt, akkor ez igen, menni fog nektek. Igen, persze, természetesen az Olákikó Gránátó című híres darról van szó, és ezt a dalt képzeljétek el, ez egy nagyon régi szlovák cigánynóta egyébként, szlovák cigányok, és a észak-magyarországi területeken élő cigányságnak van meg ez, megvan ez egyébként Salgótarján környékén, a rumgró kárpátaljai nyelvjárást éneklő beszélő cigányoknál is, a szlovák cigányoknál is, és ott is van két fajta, aki magyarul beszélnek és szlovák cigányok, és olá cigányok beszélnek és szlovák cigányok, és az észak-magyarországi területeknél, de Nagy Ecsednél is megvan ez a dal, mert a magyarországi első feldolgozása azt Bódi Gusztávhoz és a fekete szemekhez, a Nagy Ecsedi fekete szemekhez köthető, amikor még együtt játszott a Rományi Rótával, Balogh Ferékkel. Úgyhogy ez egy ilyen dal, amit sok helyen meg lehet találni, úgyhogy az Olákikó Gránátó című számot küldjük nagyon sok szeretettel nektek, oda Kótajban, a Bulis csajoknak. Bulis csajok, most úgy adjatok neki, meg úgy szedjétek szét a lakást, hogy hadd szóljon. Itt most bent, itt a stúdióban most szétszedünk mindent. Mit szólsz hozzá, kis paci? Kirúgjuk a ház oldalát. Kirúgjuk a ház oldalát, hadd szóljon. Hey, olá, kikó, granátó, szél, márgya, szopodó, sádi, rádi, 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 ay que en chamón al dentro te que me lo puroro aha dire dirada dire dirada ay que en chamón al dentro te que me lo puroro aha dire dirada vamos vamos ano mano mano dire ya dire tanda dire nana ay ne dire dirada nana nana ano mano ne 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 ano mano te 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 cha dire dirada te 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 Ino malo ne 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 Kiko granato, si è meglio sopporto. Conta isca roba, che ne siamo ora dentro, te che ne lo puro. Che ne siamo ora dentro, te che ne lo puro. Kótaiak, hát tőlem indultatok be, akkor semmi tű. Bravo, bravo. Tudod, mit figyeltem meg, Pisti? Parancsolj. Azt figyeltem meg a múltkori adás alatt is, hogy egyébként te tudsz táncolni is, énekelni, és ráadásul még ilyen nagyon intellektuális is vagy. Minden nótáról tudsz nekik mondani pár szót. Igen, kérlek tiszta szépen. Tiszta univerzális vagy. Figyelj, én polihisztor vagyok, mindenhez értek, de semmihez sem igazán. De hát ez van. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim és kedves Hajni, nagyon örülök, hogy te vagy nekünk a műsorvezető társunk most itt a kívánság műsor alatt méghozzá, mert ha jól tudom, a kedves Fruzsi kolléganőnk írja most nekünk, hogy sajnos mi következik? Az utolsó dal. Jó, hát sosem lesz utolsó. Ismételten megint arról van szó, hogy számtalan dalt kértetek tőlünk, de eljön az a pillanat, majd most mondom nektek, és kedves Hajni, neked is mondom, hogy annyira sok dal
érkezett, annyira sok kívánság van, egyszerűen földolgozzuk őket, és a hét többi napjára is kiosztjuk majd sorsolásban, egy játékra invitáljuk majd a zenekarokat, hogy a Diktévés stábnak lesz egy ilyen 20-30 fős zenekara, kiosztjuk a dalokat, és feldolgozzák azokat a kért dalokat a zenekarok különféle stílusban, és aztán itt bemutatjuk a Diktévében. Úgyhogy lesz egy ilyen játékunk is, de ez is még a jövő zenéje, hogy kedves Hajni, nem maragszol, átadnám neked a szót, hogy konferálva legyél olyan kedves az utolsó dalunkat. Még egy kérdésem lenne, szimfonikus zene is lesz? Igen, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen a kérdést, szimfonikus zene is lesz. Szerdán várjuk a Diktévé nézőit egy keresztény műsorral, ami nagyon izgalmas és érdekes lesz. Sok szeretettel várjuk a Diktévé nézőit, és az utolsó dalunk Lakatos Péter küldi Bőcsre, Hofinak és családjának, illetve Budapestre Bilónak és családjának. Van-e? És van egy Pipám és egy Kalapom című dal. Jaj, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen. Úgyhogy mindjárt el is játsszuk nektek ezt a számot. Nem töröld ki, légy szíves még. Hölgyem és Uram, kedves barátaim, és kedves Guszti, és kedves Kispaci barátom, egy tapssal megköszöntjük Hajnit, hogy itt nagyon sokat segített nekünk itt, és Isten hozott a fedélzeten. Úgyhogy... Köszönöm szépen. Add be Hajnit, légy szíves. Igen. Igen, köszönjük szépen, Hajni, tényleg nagyon köszönünk. Te is búcsúzz el, légy szíves a nézőktől, mert utána már nem jövünk vissza, ha jól tudom. Úgyhogy most tiéd a szó. Köszönöm szépen én is, hogy részt vehettem ebben a fantasztikus műsorban. Én nagyon jól éreztem magam, és akkor köszönöm a Diktévés nézőknek, hogy néztek minket. A délti szuncoltum, hogy Diken a Diktévé. Ciao. Köszönjük szépen. Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Igen, visszakapjuk a képet. Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, ne felejtjétek el, hogy minden pénteken találkozhattok velünk, természetesen itt a kívánság műsorban. Jövő héten kedden is várt titeket egy kívánság műsor, szerdán keresztény műsorunk van, aztán a hét minden napjára majd lesz mindenféle meglepetés és mindenféle más műsor. Ne felejtjétek, a Romstars Recordnál felvehettek különféle dalokat, különféle történeteket, dalokban, videoklipekben, formulákban, tehát Romstar Records, ne felejtjétek, nagyon király. Kedves Elek barátomra figyelek még ide ki a stúdióból, itt van. Szombaton Báró lesz, és Elek lesz. Nem. Elek. Ja, Szombat Báró. De ez minek írtad oda az Eleket? Ilyeneket. Látjátok? De oké, okay, azt nem kell odaírni, ha azt mondod, hogy Szombaton Báró Elek. Figyeljetek, akkor még egyszer. Ugye, kedves Elek is benne lesz. Baró az Elek. Ja, tényleg úgy kellett. Elek az Baró. Szombaton meg különösen Baró a Báró Elek. Elek fog reppelni? Nem láttad, még a szemén csúszik, és utána meg a hátán forog. Szemöldökén visszaugrik. Visszaugrik. Hát. Tehát szombatonként vár benneteket a hét többi műsorával folytatásaként a Baró Elek Báróval, ami egy rap, funky, R&B soul műsor. Úgyhogy lesz mindenféle földi jó, köszönöm szépen. Úgyhogy hölgyeim és uraim, kedves barátaim, az utolsó számmal búcsúzzuk tőletek E4-es kis csipet csapat, és a kedves Diktévéstábja, köszönjük Balogh Fruzsinának, köszönjük Borog Szabinának, köszönjük szépen Ráikának, Varga Erzsikének, természetesen köszönjük szépen Olá Ricsinek, köszönjük szépen Párna Pistának, hogy volt olyan baró, és elhozta kedves Horváth Hajnikát, köszönjük szépen Szirmai Norbinak természetesen, köszönjük szépen Balogh Vanessának, Balogh Csillának és Balogh Eleknek, kedves Kispacinak, kedves Balogh Guszti barátomnak, nekem, Szilvási Jázminkának és Szilvási Martinkának is, és a tévéképernyői előtt mindenki másnak, a pécsi, nagykanizsai, szikszói, forrói, hernádvécsei és mindenféle cigánynak, és még... És nem utolsó sorban műsorvezető társamnak, Szilvási Pistinek. Köszönöm szépen, nekem is nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, vagy magamnak is köszönöm, vagy hogy volt köszönöm ez? Meg magadnak. Jaj, de köszönöm szépen, Szilvási Pisti. Na, és hölgyeim és uraim, kedves barátaim, Magyarország egy legkiváló meglepetés vendége, basszusgitárosa itt van velünk, Tihamér. Jövő héttől jön a Diktévébe, tudjátok, Lamborghini. Csajok rettegjetek. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, Lakatos Péternek, Bőcsieknek küldjük, Hofinak, családjának, és Budapestre Bilójéknak, és kedves családjának az utolsó dalunkat, ami mára, mi megköszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ne felejtjétek,
Dik TV, ahol az élet kezdődik. Szilvási István voltam, sziasztok! Van egy pipám, egy kalapom. Hadd szóljon! Hey, van egy pipám, egy kalapom. Én a tégla, gyere, van egy lakó. Magyarország első roma tévé. Nézd, nézd, csomagosa!